Felvétel indul. Sziasztok, kedves VOD nézők! El ne felejtsétek követni a csatornát, mert azt mondták a nézők. Most mit mondtatok? Mit kell átadnom a nézve? Amit mondjatok. Hogy mi az a lényeg, aki nem követi be, azokat megkeresik. Nem, várjál. Kajáljunk már valamit. Azaz. Egyből jobban lettem. A jó lenne tudni egyébként, hogy nagyjából hol tartok. Vagy hogy nem tudom, hogy tartok-e már a játék. Felén már biztos, hogy túl vagyunk. Az nem kérdés. Hey Priya, I found something here. It looks like there's no one here. I don't think anyone has been there for a long time. Do you think they are gone? The Kamatira? Az a lélek gombája? Mi ez? They must be out there. Somewhere. What could have happened to make them leave this place? I'd wait for them if I could. But the others need help. I can't find it on foot. I need my Ikran. Hey Priya, I found something here. It looks like a list of names, RDA names. Maybe where they're stationed? Oh, like a duty roster, I guess. Well, are you clever? Taking names and kicking ass. Hang on a sec. You want what? Okay, Sootlick is interested in these. Like, super interested. Can you show him next time you're at HQ? Uha, itt lesz valami. Rákapcsolódok a növényzetre. Clouded Forest Flight. Ikran. Most akkor tud jönni az ikranom? Várjál csak, itt van valami track request. Mondjuk azt már buktam szerintem, mert így megfordultam. Gyere haver! Azaz, itt vagyok. Na mindegy. Téged se leszed érzeletleg, hanem mert tudsz repülni. Jó, figyeljetek. Most ez megvan. Ide kell mennem. Jó, de előbb elmegyünk ide. Fölszedem ezt a kettőt. Tehát, hogy elmegyek a másikért. Az egyik az biztos, hogy nem felszedhető, mert ott van az a... Izé idióta camp, és azzal egyszerűen nem tudok mit csinálni. Szerintem ez fent lesz. Hát tök sajn. Egyébként tényleg azon gondolkozom, hogy végig kell tolni az egész játékot. Mármint, hogy mindent föl kéne szabadítani, ki kéne pucolni az embereket, mert tök gáz, hogy ezt a bolygót szétbasszák. Annyira nem is baj, hogy nem lehet benne emberrel menni, mert ki a franc akarná ezeket a szerencsétleneket tönkretenni. És én nem értek vele egyet, de nem tudom. Ez az én véleményem. Lesz fent. Aj, adná az ég, hogy itt legyen. Légy szíves. És nem kell keresgélni. De jó lenne. De jó lenne, gyerekek. Hát nem. Túl egyszerű. Nem nyert. Ha benn van a szikla alatt. De hol? Nem látom. Ű. Várjál, mert lehet odaestem. Nem, de már majdnem elhittem.
Figyelj, lehet, hogy pont oda pottyantam be. Még így is. Kizárt, hogy itt vagyok. Én nem tudom. Inkább egy kijáratnak tűnik. Az megvan. Na, látjátok, így kell megtalálni a dolgokat a játékban. Random beleestek, bazzeg. És ez mit ad? Free fast travel. Free, mert eddig se volt fizetős amúgy. Pressing control just before hitting, de várjál. De most én nem tudok... Azt értem, hogy free fast travel, de ide például nem tudok elfast travelelni. Várját, várjunk, hogy gondoljuk csak át egy picit logikusan. Itt vagyok. Innen el tudok repülni ide. De szerintem nekem az lenne a legjobb. Most elteleportálnék ide. Gyorsan kiszedném. Egyébként egy tök jó kérdés, amit úgy felmerült bennem, hogy mekkora a térkép keresztbe. Mondjuk ebből nem fogom megtudni, viszont arra tök kíváncsi lennék, ha mondjuk én kijelölöm mondjuk... Mondjuk ezt itt ki tudom jelölni? Nem, de ezt ki tudom. Mit ír? 25 kilométer. Az durva, hogy egyébként a crewnak nincsek. Hát a crewnak 28 keresztbe. Ez kemény. Hát ennél nagyobb akkor egy picit, de hogy amúgy nem sokkal motorfestnek. Például a Forzának 18. Egy Need for Speednek meg szerintem egyébként még annyi sincs. De hogy a körül van annak is. És ezekben a játékokban ugye nem kicsit száguldozol, mint itt a madárral. És akkor várjál. Ez most a nagy kem? Vagy ez a kicsi? Nagyon kemény, hogy még a korlátok is korlátokat is benövi a növényzet ilyen durván. Na, nem normálisak a Ubisoftnál. Biztos, hogy akik dizájnolják ezeket a mapokat, az messze a legjobb, az a stúdió, mert méretben is, meg úgy mindenben, nonsense, amit képesek leprodukálni. Szerintem a egyéni vélemény. Na, figyeljetek, igazából engem ami érdekelne, hogy itt ezt meg tudom-e nézni. Na most azt szerintem nem. Hon volt az előző kemp? Az itt volt. Igen, itt volt, de hogy ez... Vagy legalábbis valahol ott, e környékén. Mindegy, ezt megszüntették, ugye? De nem értem ezt a free, ingyen gyors utazást, mert eddig se került lóvéba. Na mindegy. Tényleg is itt most már tudok vásárolni, vagy még mindig nem? I hope I have something you like. Hát, tudnék. Viper, de ez mit tudok csinálni? Gear crafting material. 54-es. A kézre van? De várjál, ezt gondoljuk át. Mert ez a kézre van. De nekem milyen, ami a kezemen van? Come on, 26-os, és ez mennyi volt? 54-es. Az viszont sokkal jobb, viszont megnézem a fegyverest.
De nem az vagy. Nem tudom, nem az vagy. Ha vagytok azok oda fegyveres. Esetleg nem. Ő lenne az 30, 36, 15. Mondjuk ezek amúgy nem lennének rosszak. Tehát ez már nekem nagyon kéne a longbowhoz is. Longbow. Hát. Hű, ott egy raid. Köszönöm mindenkinek, sziasztok. Szerintem annyi lehet, hogy felszabadítottál lehet valamit, és szabad lett a gyors utazás, itt nem feltétlen PC-en. PNC-re gondol, hanem hogy szabad. Szép estét. Cső mindenkinek, köszönöm a raidet. Üdvözlöm a nézőket. Na, figyeljetek már, most ezt megvettem. Ezt is, és akkor imádkozzunk, hogy, hogy lehet még a ruhát megvenni, és akkor szerintem elég szépen húztuk most a karaktert. Szerintem már nem lesz még elég. A pont kijön. Nézzük csak meg. Mi a helyzet? Mióta streameltetek, vagy mióta néztetek? Ez kell nekünk. Ezzel, és a longbow-ot tudom tuningolni. Ezzel, meg ezzel. Mindig 12-esek. Nem szép, nem durván haladok fölfelé amúgy. Úgyhogy kár. Egy kicsit kár. Guy people. Egyébként mondom, tényleg nem akarom bántani a Jake Sully-t, hogy ugye ez a torukmágtó, ezt én nem tudom, tehát hogy itt szerintem magasan oda verem ezt a csávót ezzel a emberkével, tehát hogy itt ez... Valóan Jago from the darkness, na. Nagyon, nagyon jó. Mondom, pár hibája van, ami nagyon durva, mert hogy nem idegesítő egy kicsit. Mondom, de igazából a térkép, tehát mondjuk most ugye itt nem látom, hogy hova kell menni, nem jelöli sehogy, pedig kéne nagyon messze mutatni, de ott mutatja, de azt nem mindig mutatja, tehát van, hogy újra kell trekkelni, meg ugye fönt nem jelzi a mini GPS-en, de ha benyomod, és mondjuk ez nem értem egyébként, ez egy akkora baromság, hogy kijelölöm, és akkor nézd, ott már agyből mutatja fönt a mini. Miért kell nekem, nem vannak még nem egyértelmű. Nem lehet jobban belezoomolni ennél, és nem látsz egy csomó mindent, hogy mi hogy van. Hogy barlang, vagy nem barlang, ez az egy, ami tényleg zavaró, azon kívül viszont minden más fasza. Érdemes kijátszani, mert jó. Jó buli. Na, gyerünk. Na, Kizu, hallottad? Meg lett a 7000 követő a YouTube-on. A 7004-nél tartunk, legalábbis amikor néztem legutoljára. Na menjünk, akkor... Én szerintem ezt lehetetlen felvenni. Avatára, ha... 7004... 29000 felé megyünk a... Hát nem mondom, annyira nem zavaró. Tehát hogyha összes játéknak csak ennyi hibája lett volna idén, összesen akkor azt mondom, hogy főnyeremény lett volna idén minden. Nekem meg a 40 Twitch-en. Na, az már alakul. Kövessétek be a Kizu Press X-et Twitch-en, gyerekek. Szerzek neked gyorsan követőket. A TikTokom is most egy kicsit... Ma jó napom volt. TikTokom is nagyon szépen megindult, úgyhogy... Sándor, egy kérdés. Valaki segítsen már nekem. Van... PS-en Ubisoft előfizetés? Szerintem van, mert van multiplatformos. Állj. Itt látom. Valahol ott van. Nem tudod felvenni, amíg nem csinálod meg azt a nagyon nagy kempet. Állj! Akkor a kempeset azt hagyom. Törtem a lábam. A gyerekek, de az ugyanaz a csapat készíti, mint amilyen Far Cry. Tehát, érted? Tehát, hogy mi ezzel a baj? De ezt amúgy nem értem, hogy lehet lekopizni. Tehát az ő játékuk.
Meg mondom, ez egyébként, én ezt már nem értem, az emberekben, én ezt a gondolkozást nem értem, tehát őszinte leszek, gyerekek, egy, mindenféle játék van már, tehát most már bármi lehet bármiről kopi, tehát a legjobb az, amikor például a Crew-t a Forzához hasonlítgatják, úgyhogy nem is játszanak például a Motorfest-tel, semmi köze a Forzához, de a videók alapja, fesztivál, akkor ugyanaz, jó, nem tudom, nekem ez fura. Fában van benne. Szerintem érdemes. Na, szóval a válaszom egyébként a kérdésedre az, hogy én Ubisofton előfizettem és kijátszottam. Szóval, hogy csak egy tipp, hogy ha lehet, akkor ne vedd meg, hanem játsz ki. Tehát fizess elő, nekem nagyon tetszik az Avatar, tuti végigtolom. De mondom, ha lehet ilyet, akkor ilyenkor fizessetek elő a Ubisofton. Mondom, azt hiszem 15 euró a sima, és azt hiszem 17 euró azt hiszem, hogy ilyen, vagy nem tudom, hogy ez hogy van, de ha nincsen PS-re, Ubisoft előfizetés, akkor meg kell venni. De ha van, akkor inkább azt mondom, hogy fizess elő, Ubi Plus-szal nyomd ki, aztán csókolom. De egyébként megéri megvenni, mert van benne content. Most tartok ilyen 20, hát most már megvan a 20 órám a játékban, így néz ki most a térkép, tehát hogy még itt nem voltam. Nem tudom, hogy kell, de most tett ez a része megadva. Jó, tehát akkor ezt nem tudom felvenni, ameddig ezt a kempet nem támadom meg. Te ezzel én még ezt most is meg tudnám támadni? Persze, hogy nincs konkrétan Ubi Plus, csak Xbox és PC-n. Hát jó, de figyeljetek, jó, nem tudom, figyeljetek, nem turkálok senki pénztárcájában, ha gondoljátok, vegyétek meg, de szerintem egy-két hónapon belül féláron megkapod. Majd valami akcióba. Én inkább abba szoktam gondolkozni, de nem vesztesz vele semmit, ha vársz vele egy kicsit, én azt mondom. De megéri amúgy. Jó. Én élvezem, mondom, nekem tetszik. Meg annyi, hogy még most, ha nézitek a live-omat a Twitch-en, akkor kaptok a játékba droppokat, tehát két ilyen ajándékem kis cuccot lehet kapni a játékba, ami amúgy nem lesz meg nektek soha, ha nem Twitch-en droppokból nem szeditek ki. Ugyanígy lesz most a hétvégén, Skull and Bones-t fogok streamelni, ahhoz is lesznek droppok, csak mondom. Meg szerintem a YouTube előfizetőimnek fogom odaadni a 10 darab Division beta kulcsot. Azt hiszem beta kulcsom lesz a Division telefonos játékához, de a számítógépen fog működni, úgyhogy nem tudom, Ubisoft nekem PC-re adta oda. Pontosan nem tudom, hogy mi ez az egész, mert nem is tudtam, hogy egyébként, hogy most jönni fog. Úgyhogy ugye a Divisionnek van valami telefonos játéka, mindegy, én nekem PC-re adták oda, nem tudom, hogy nem vágom. Annyi a lényeg, hogy jönni fog ugye PC-re, egy telefonra az új Division, és akkor ahhoz kaptam a Ubisofttól 10 kulcsot. De figyelj, nem fogsz benne csalódni és ebben a játékban, mert rohadt nagy a content benne, szóval, hogy 40-50 órát simán el fogsz tudni vele szórakozni, ha engem kérdezel. Lehetséges, nem tudom. Abszolút azt is el tudom kezdeni. Ott egy bejárat a barlangba? Ugye már oda. Látjátok ott a lukat? Mindegy, szerintem adom az előfizetőknek, aztán sok boldogságot kívánok hozzá. Ez mi? Haver. Hogy lecsapott? Ez gáz. Én kilövöm. Gyere, játsszuk le. Várja, már ez rohadt tankos. Hát ezt nem tudom, csak úgy nem is sebzi. Hát ezt akkor engedjük el. Ez egy grenade volt, bocs.
Na, csak lerakod magadat. Jó van, átmegyünk, megkerüljük. Nem. Nem sebzem. Ez komoly. Itt egy ilyen kis genyó. Na, ezt akkor, bocsánat, de ezt így megállítanám. Ami, hány követőd jött? Itt jelzi amúgy, csak mondom a... Aha, az adott. Anyasok. 11. Akkor... támadunk. Ja, hát... jó az. Mindig azt mutatja ott szerintem amúgy. Leszám a DC-n, Kizu. Vajon, hum van ez. Valahol... ez nem látom. Ja, ez az. Valamit még nem nyitottam ki. Na, ott van a túloldat. Ugye tudom már mi a baj. Na, bele kell lőni, be fog záródni. Hogy tán a lőszer? Durva egyébként, hogy már ezeket a kempeket hogy el tudom foglalni. És elején pedig nagyon gyenge voltam, tehát itt bujkálnom kellett egy csomót meg. Megérte felhúzni a karaktert amúgy nagyon. Nagyon szívesen. Ó, köszönöm a rózsát! Meg a GG-t is. Bada boom. Hát, és ez most az jobb, álljunk meg. Nézzük csak meg. Térdvédő helyett idejött és mod. Nem, várjál. Ezt kaptam, szerintem nem. Szerintem nem. Na franc, tudja, nem mindegy.
Nagyon szép. Átok egy FPS-sel megy a játék, de mindig szóval 60-70% videókártya használhat a 60 FPS maxon, kikapcsolva minden segítség. Na mehetünk, és akkor volt itt egy virág. Szerintem ott. Na állj már meg, hát az nekem ellenségem. Tízes, csak nem. Előveszem a... ...állnak a menekülnek. Oké. Na, szerintem az ott egy barlang, de én már ott tutira voltam, és nem tudtam felvenni. Nem tudom, a filmben nekem úgy jön le, hogy az avatárok, meg a állatok, meg a navik, azok ugye együtt szimbiózisban élnek, ahhoz képest egyébként ezt a játékban ezt nem feltétlenül így van bemutatva. Szerintem amúgy ide kéne felmennem. Azaz, még egy skill pont. És hova lett a madár? Hát a nézőszámban sajnos ez tükröződik, hogy lassan haladok, legalábbis én nem tudom, nem tudom megérteni, hogy az állandó nézőim, akik itt szoktak lenni, hogy miért kerülnek ennyire, hogy miért kerülik a streamemet egy csomóan, amikor avatár van, vagy ilyenek, ezt nem értem. Szerintem annyira nem rossz, sőt. Tudom, hogy nem Need for Speed, meg nem True, meg ilyenek, de hogy... Annyira nem vész egyébként, mert nem szállnék le, ha nem baj. Bucket quest. Ez nem az, ahova én nekem jönnem kellett. Ó, itt van egy lent. Átrepülök rajtuk, öcsém, figyelj. Jó, most akkor ez a camp, ez már megvan. Tehát ez... igen, ez nagyon jó. Ezt még Ghost Strike. Ezt mindig nem értem. Mert fölmegyek, és garantálom, hogy fönn nincs. Ha valaki tud valamit, akkor írja, mert garantálom, hogy itt fönt nincs. És én itt már voltam fent. Ki van jelölve? Ez lesz. Ja, de voltam már itt. Nem értem. Hát mondjuk annak örülök, hogy azért van egy ilyen kemény maga, aki itt van ilyenkor is. Úgy annak örülök. Baszeg, és ide nem jöttem be. Aha. Vagy de, itt voltam bent, és azt nem tudtam kinyitni. Nem tudom, hogy miért, de eddig ezeket mind kinyitottam, de ezt nem tudtam. Ezt nem tudom kinyitni. Nem tudom, hogy mi kell hozzá. Nem értem. Én ezzel nem tudok dűlőre jutni. Miért nem tudom kinyitni?
Nagyon jó, ez is megvan. Akkor egy ilyen nagyon nagy barlang. Aha. Mert hogy innen kell. Értem. Elképzelhető, de mondjuk nem, annyira nem bánom. Jó, persze az ablakból nézve nagyon jó az, hogy itt a karácsony, meg tél van, de hogyha meg ki kell menni, akkor meg inkább. 30% damage. Ez már jó. Hát azt még nem mondanám, hogy az endgame-re fel vagyunk készülve, de szerintem már jó a szint. Nem kellően tankosak lettünk. Úgyhogy szerintem legalábbis most már holnap már egy masszív storyline-ra készüljetek. Én úgy gondolom legalábbis, hogy holnap már nem fogok nagyon így melléküldizni. Most is amúgy volt elég szépen a storyból, főleg az a balhés rész, de most már azért más a helyzet, és akkor még egy van, ide fölmegyünk, és akkor szerintem még a storyba így be tudunk kezdeni. Jó. Szerintem de mondjuk ezt a jó. Nem tudok pedig. Azt hittem ide is lehet, hogy akkor fasztra venni, de hogy nem. Ezt nem tudom megoldani. Pedig most vettem fel egy csomó skill pontot. Várjál, itt viszont van fasztra. Innen átrepülünk, mit szóltok hozzá, és legalább föloldódik a térképnek egy jó része. 5 perc elmegy vele, de jó lesz. És akkor innen így jelölöm ezt, azt hagy repüljön. Jó, há. Gyere, madár. 8,5 km, de ugye a légvonalba kb. Semmit nem látok. Ah, már megint? Figyelj, 2 is van. Ott van 1. Ott van még 1. És ezek amúgy mind az életemhez adnak hozzá. Zseni. Ez belül van. Kérdés, hogy hogy megyek be? Pedig ez fix info, hogy az épületen belül van. Kell bejutni. Így. Na, és figyeljetek már, hogy nekem meg van már 6-7 skill pontom van, akkor mehet a nem, a longbow először. Ugye jön majd még egy, meg még egy, az még mondjuk kell hozzá egy, még 7 darab. Nem 7, 5. Ja. És akkor utána ez kész, és akkor nem tudom, mehet a Hunter, meg a Maker, meg a Rider. Mondjuk inkább a Rider-t szerintem. Mert ezzel mondjuk, azt mondjuk, mit lehet ezzel csinálni. Hogy egyiket a másik után szedi szét. Na, úgy érzem, hogy ez a madár is. Na, gyere! Meg egyébként a Ubisoftnál az zseniális, hogy nagyon, nagyon szépen meg tudják oldani a normális fejlődési rendszert. Ez mindig a Divisionben is, mindenhol ilyen tök jó dinamikus, és tényleg a játék nem
kerget bele a mérhetetlenül sok melléküldibe, viszont annyira igen, hogy igenis kelljen csinálni. Na, ki az, aki még itt van egyébként a live-on? Csak néma csendben figyel, nézzem a követéseket a YouTube-on, lett-e több. Most egy, úgy érzem, hogy a mai nap egy jó. 7007. Na, alakulunk. Hogy lehet, hogy rá kell vennem a kizut valamire, basszus. Mert neki iPhone-ja van. És elvileg iPhone-on is lehet, vagy nem tudom, hogy hogyan kéne. Mert iPhone-on is lehet elvileg emulátorozni, de... Nem tudom, hogy hogy. Igen, derítsük. 6,6 kilométer. Hát tudom, itt át tudok azért repülni. Iszonyat monumentális sziklák vannak. Nem tudom, de tudom. Aha, és itt fogunk átrepülni egyenesen. És ebben az épületben, ahol felvettem ezt a két növényt, volt még egy, meg itt van még egy, meg itt van még egy. Gyerek, zseni, mennyi, azt hiszem, hihetetlen mennyi van. Azokat is majd visszamegyünk, azt felszedegetjük. Na, gyerünk. Az a bolygó amúgy fordult, mert eddig nem ezzel az oldalával állt itt. Pont az ellenkezővel. Az amúgy egy átszínezett Jupiter. Mi van a helytetőn? Melyik a leg... Igen, de az megvan, mondom, hogy ezzel, állítólag mondom, ezzel készült a Motorfest is. Van még ott magasabb hegy? Ó, az a szikla is magasabb. Az is, na az van nagyon magasan ott fent. Lehet, hogy oda megyünk? Hát ott már mi alattam van, ez egy újabb gigabázis. Nem is láttam. Annyira magasan vagyok, hogy nem látnak, ugye? Ja, itt van egy újabb ilyen gigabázis. Szerintem oda megyek föl a felhők fölé. A legmagasabb csúcsra tulajdonképpen. Jelenleg legalábbis oda tartunk. Én szerintem ennél magasabb nem lesz. Nem is akárhogy nézem itt a... Hát az alacsonyabb szerintem. Az is. Talán még ott. De az meg már lehet, hogy nem bejárható. De hogyha én ide fölmegyek, akkor nem biztos, hogy lesz. Hát... Azt se hiszem, hogy magasabb. Szerintem ez a játék legmagasabb pontja. Oszta. Hát lehet, hogy nem ide jövök. Nem. De ennél magasabbat én jelenleg nem látok. Ja.
Az mondjuk talán magasabb. Melyik a magasabb? Ez vagy az? Ne az! Egyértelmű. Gyerekek, itt vagyunk a csúcson. Jelenleg ez a csúcs. Milyen komoly ilyen kirobbanások vannak. Ez is valami ilyen ki... Még a kukorica, amikor kipattog a mikróban. Az nyílik így szét. Na ez pont olyan. Az avatára tökéletes példája annak, hogy hogy nézett ki a bolygónk, nem ilyen kukoricapattogtatásra gondolok, de hogy hogy nézett ki a bolygónk akkor, amikor még bizony nem az ember uralt. Ahogy megfulladjál nekem. Nem ezért jöttem. Még annyival messzebb van. Nem, itt is van valami. Még hozzá ott. Milyen mély. Ebben nagyon mély víz nincs. És Kizu, nem tudom, benne vagy a izébe, a toppokba? Több mint 800 órát. És azt nem vagyok benne, biztos, hogy benne vagy a... Amit kiírtam, nem, de szerintem benne vagy amúgy. Facebookot nem tudtam kiírni, biztos, hogy benne vagy, benne kell legyél. És ezt nem tudom, de ez nem ez a növény. Szerintem. Nem, szerintem te benne vagy. Nem tudom, hogy valaki nincs benne. Hát a csevegőbe kiírtam. Leghangosabb nézőim. Márja, hát hogy ezt... Nem... Ez kéne nekem. Amúgy, én mondom, én a vízi élőlényeket nagyon hiányolom belőle. Bár... általában benyomom a live-ot, hogyha látom, hogy streamelsz. Nem áll. Csak nem kell kimennem innen. Na figyeljetek. Nem, biztos, hogy nem. Szarul mutatja. Itt lesz középen. Mász föl! Nézzük! Tarsiu Network. Kaptunk online felületet. Egy darab hiányzik, szerintem a középső. Igen, mert amúgy megvan mind. Megvannak a külsők is, és nincs több. Mondjuk, de ez itt lehetne. Ez. Akkor olyan az egész, ez hiányzik szerintem. És akkor végül is van, várjál végül is, akkor igen, vagy most van 5. És akkor még egy, ötbe három kell. Hanyas vagyok most? 12 még mindig. Jó, most van 45, szerintem mehetünk, akkor elmegyünk ide a küldetéshez. Nézzük meg, hogy mi a feladat. És szép lesz, amikor itt elindulunk lefelé.
600 millió kilométer per órával. Becéloztam az úti tervet. Itt már buszton is lehet, mert itt full speeddel nyomjuk. Nem igazából még így gyorsabb, de... Sokat már nem hoz, nem zoroz. Érkezünk. Érkezünk a bevetési pontra. Milyen csíkba derítem amúgy fel? Az a baj, nem olyan nagyon, tehát kb. Ennyiben. Majdnem a madárszárny szélességében. Tehát, hogy így... Tényleg kizó izéről a... Hogy hívják azt a játékot, ami most izé balhé volt vele, a Day Before? Vagy mi a tököm? Hallottad, hogy mekkora botrány volt? Vagy hogy mi történt? Megetettük a madarunkat. Ott is ehhez gyere, egyél egyet. Ez a buborék. Nor? Did you find it? Yeah. It looks abandoned at first glance, but there's a fire still lit. Strange. Someone must be still using it then. Take a closer look. It's the best we have at this point. Ez egy kihalt kemp. Ó, 72-es gatya. Várj, nekem 107-es. De hogy lett 107-es? Volt 107-es a drágom. Akkor most a felsőm hanyas? 35-ös. Ebből van... Nem, van 50-es. Ennyi. Jobban millió ötleg volt már, hogy baj lesz. Én mindenkit lebeszéltem róla, azt most meg, aki befizetett a 40 eurót, eló nem adják vissza a céget, meg felszámolták, kakuk, ennyi volt. Itt egy banda undorító, jól megbüntetném őket, nem is értem, hogy ezt hogy tehetik. Hát én olvastam egyébként, amit kiírtak a Twitterre. Szerintem egyébként Kicsit összetettebb ennél szerintem. Nem azt mondom, hogy megértem őket, de... De szerintem ez nem ilyen egyszerű. A healer making something by the fire. They left recently. Az a gáz egyébként ezzel, hogy mikor most bemutatsz egy szóval van egy csomó cég, aki kiad játékokat. Most az, hogy az övék ilyen felkapott lett, arról szerintem nem ők tehetnek. Már hogyha érted, így nem érted. Mert ez a szar, hogy csomó, nagyon sok... Szerintem ők ezt fejlesztenék amúgy tovább. Csak nincs. Én ahogy leszűrtem az egész dolgot, amit olvastam, hogy nem akarják amúgy tovább csinálni, hanem hogy nincs pénzük. És belegondolok abba, baszki, szóval lehet itt csekkbe rugdosni bárkit, hogy mit tudom én, mondjuk tényleg már 8 éve, vagy 7 éve, vagy 6 éve, 8 évet írtak amúgy,
De hogy rohadt régóta fejlesztesz egy játékot, és gondolj bele, hogy az egész életed úgymond ebből áll, hogy egy játékot fejlesztesz, mert amúgy tényleg nem az egész életed, de ugye majdnem 10 év az életedből, majd mindent így arra teszel föl, hogy akkor ez jó legyen, nem megy úgy, meg mit tudom én, de nem, elvileg a szerók még mennek, én tegnap azt olvastam, hogy azok még mennek. Nem tudni, hogy meddig, de még működnek. De mindegy, szóval a lényeg, amire ki akartam lyukadni, hogy... szerintem ez még mindig nem az, ami nekem kell. Nem hiszem egyébként, hogy sikasztás volt mögötte amúgy, mert szerintem a trailer az elképzelés volt. Én szerintem, én egyszerűen én azt gondolom, hogy itt annyi volt, hogy ők ki akartak adni egy jó játékot. Megmutatták a közönségnek, hogy mi a tervük. A közönség ezen nagyon felbuzdult, és időközben rájöttek, hogy ez nem fog menni. Ez olyan, mint a Skull and Bones, hogy mindenki hisztizik, hogy miért nem jött még ki. Azért, mert megígértek egy dátumot, mert úgy, amikor bejelentik, hogy mikor jön egy játék, akkor a kiadó csak tippel egyet. Tehát, hogy érted, ez a legszomorúbb benne, hogy én is mikor azt mondom, hogy jó, megcsinálom a videómat szerdára, és akkor kiderül, hogy jövő héttől, hogy péntekre se lett kész, mert hogy egyszerűen nem tudom megoldani ennyi idő alatt, pedig úgy gondoltam, hogy meg lesz. És ez játéknál simán lehet több év is, és én ezt egyébként ezt én teljesen meg tudom érteni, hogy abból kiindulva, hogy mit... repair the wildlife secret hunter's scattering. Én ezt a részét meg tudom érteni, hogy ők úgy gondolják, hogy kész lesz, az nem lesz kész. Well, that went exactly as I predicted. Fascinating. Hát mert 200 000-en megvették, vagy mi a franc. Valami 200 000 játékos volt. No kuru. Should take a closer look. Focus. Are you hurt? No. You fight like a Zeswell champion. Ugye szerintem nagyobb problémája van annak a kiadónak most, ugye annak a cégnek, mint a 40 euró, de ez olyan tudott kizú, hogy az apró betűs részben biztos benne van, hogy bármikor bezárhatják és bármikor megszűnhet. Ez pont olyan, mint amit te mondtál a múltkor, halálpontosan, hogy a Ubisoft, ha úgy dönt, hogy holnap több nem működik, akkor a játékot gatya. Ez mindig így van. Ez sajnos benne van. I got lost while studying its effects. I followed the sound of the animal scare to escape. Yeah, ha benne van az apró betűs részben, hogy egy nap után is le lehet lőni a szervert, akkor igazából benne van. Soha nem olvassa el senki. Az a kérdés, hogy mi van az apró betűs részben. Amit tudod, az, amit legörgetsz, kiikszelsz és továbbmész, amit sose olvasod el. Abba hidd el nekem, hogy benne van minden olyan, hogy ez van. Egyébként meg benne van a Steamnél is, hogy 2 óra játék után visszatudják a pénzedet, de 2 óránál többet játszol, akkor nem. Függetlenül, hogy megszűnik a játék, vagy nem. Ez a szabály amúgy. Szerintem volt már egy nagyobb probléma mindenkinek az életében, mint a 40 eurót bukott. Ez egy szívás, ezt aláírom, aki megvette, az nagyon beszopta. Most tudod, ez milyen? Mondok egy jó példát. Bementem egyik cipőboltba, nem olyan régen, nem is azért, nem is akartam semmit venni, és bementem, mondom,
Megkísértem Évit, ugye, és vettem egy puma cipőt, egy magas szárú fekete-fehér puma cipőt. Nem is vagyok oda nagyon a puma cipőkért, de úgy voltam vele, hogy amúgy tényleg jól néz ki, megvettem. Leraktam a kocsiba, hazavittem, leraktam. Mondom, nyár volt, mondom, nem hordom, mert azért meleg egy kicsit, de majd jó lesz ősszel. Számlát kidobtam el, mindent fogtam, elővettem ősszel a cipőt, elmentem vele melóba egyszer, és belerúgtam valamiben véletlenül, soha nem volt még velem ilyen, egy hete volt meg a cipő, mert háromszor volt, vagy kétszer volt rajtam. Az elején ketté nyílt az eleje. A var, nem a varrásnál, hanem a szövetet föl, nem tudom, miben rúgtam bele, az ketté szakadt. Azóta ott rohadt a kocsim csomagtartójában, ki kéne dobjam, csak már sajnálom, hogy kétszer volt rajtam, és többe került, mint 40 euró. Szóval érted, most ilyen, és senki nem fogja visszaadni a pénzemben, meg is egy kétnapos cipőről beszéltünk tulajdonképpen. Oké, hogy megvolt már 4-5 hónapja, vagy 3 hónapja, mert nem volt rajtam, de a dobozából vettem ki össze, érted? Mocskos egy banda volt, nem kár, értük az ilyenek, ne is ilyenek játékpiacon. Nem tudom, szerintem túl szigorú vagy amúgy. Én értem, amit mondasz, de nem tudom. Én szerintem túl szigorú vagy. Az a baj, hogy nézni kell többi szem. Mi nem tudom, tehát szerintem nekik se könnyű most. Nem tudom, igazából. Na jó, gyerekek, én nekem mára ez így ennyi. Úgyis jók is vagyunk. Rakom fel a vodokat, aztán lehet visszanézegetni őket. Tök jók vagyunk. 1600 követő megvan a VOD csatornán, úgyhogy... repülünk, szárnyalunk, úgyhogy innen folyt köv holnap, aztán hát nem tudom, hogy a végére érünk-e holnap, kétlem. Most már vagyunk annyira tankosak, hogy most már jók legyünk, jó a felszerelés, hát aztán meglátjuk. Holnap szerda, aztán csütörtök. Szerintem, hát én csütörtökön szeretném befejezni, de majd meglátjuk. Jó, mindegy, holnap este 8-kor tali, aztán folyt köv. Na, pacsi, mindenkinek jó éjszakát, jók legyetek, szervusztok, sziasztok!